Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt miniszterelnök úr! A miniszterelnöki leltárból elmaradt az, hogy elbukott az államadósság elleni szabadságharc, kifelejtette a leltárból azt, hogy az egykulcsos adó miatt megbukott a költségvetésük, és kifelejtette a leltárból azt, hogy elbukott az a harc is, amit a 10 év alatt 1 millió új munkahelyért indítottak. Nem sikerült új válságálló munkahelyeket teremteni az elsődleges munkaerőpiacon Magyarországon. Tisztelt miniszterelnök úr! Az elmúlt napok szereplései alapján nekem az jutott az eszembe, hogyha valaki berúgja a kocsma ajtót, majd az ott lévő közönséget elkezdi provokálni, és utána az első pofon után elszalad, akkor a nevetségességet kockáztatja. Tisztelt miniszterelnök úr! A politikai memorandum, amiről a vita folyt Brüsszelben, tartalmaz egyrészt egy adósságszabályt, aminél ön az alaptörvényben szigorúbbat vállalt. Másfelől kétségtelen, hogy a következő hónapokban az lesz a magyar kormánynak a feladata és a felelőssége, hogy olyan pozícióba manőverezze Magyarországot, hogy ne kelljen egy fiskális kényszerzubbont viselnie Magyarországnak. A következő hónapoknak az lesz a feladata, és ezt már elmondtuk a magyar parlamentben, elmondták az európai zöldek az európai parlamentben, hogy szükség van arra, hogy az Európai Uniót, az alapszerződést új alapokra helyezzük. A Merkel-Sárközi levél alapján van esély arra, hogy a szerződés módosítás alkalmas legyen a spekulatív kapitalizmus megfékezésére. Van esély arra, hogy a spekulatív gazdaság megfékezésére kemény szabályokat hozzon az Európai Unió. Ehhez képest meglepő az, hogy volt néhány óra, amikor ön David Cameron oldalára állt, miközben a britek a londoni City érdekeit védték. Ön David Cameron mellé kíván állni, és ezzel kívánja a spekulatív gazdaság és a bankárok érdekeit védelmezni. Tisztelt miniszterelnök úr! Magyarországnak a szorult helyzetét kár az Európai Unióra fogni. Kétségtelen, hogy önök nehéz örökséget kaptak. Önöknek ugyanakkor volt egy történelmi esélyük, hogy a magyar gazdaság fejlődést 20 év bolyongása és 20 év elhibázott gazdaságpolitikája után új pályára állítsák. A magyar növekedést az erőltetett adósságpálya vágta haza. A térségbeli devizák közül az utóbbi időszakban a magyar forint gyengült a legjobban. Tisztelt képviselőtársaim, a mi frakciónk vállalja azt, hogy azok között, a Fidesz képviselők között, akik meggyőzik azokat a polgárokat, akik euróban vannak eladósodva, elmagyarázzák nekik, hogy az euróválság miatt és nem a forintválság miatt növekednek a törlesztő részletek, ezek között, a Fidesz képviselők között mi Azori-szigeteki nyaralást fogunk kisorsolni. Tisztelt miniszterelnök úr! Helyes az, hogy ön a szuverenitásra hivatkozott, és valóban, akkor, amikor a szuverenitás forog kockán, valóban ki kell kérni a magyar parlament véleményét. Csak, miniszterelnök úr, két dologra szeretném emlékeztetni. Az egyik, hogy közös költségvetési politikáról beszélünk akkor is, amikor a félperiféria, kelet- és dél-európai országok támogatást várnak az Európai Uniótól. És szuverenitás kérdése az is, amikor az Európai Bizottság akadályozta meg több esetben az elmúlt 10 évben azt, hogy önök, vagy éppen az álbaloldali kormányok a szolgáltatások liberalizációjában engedjenek a WTO, a Nemzetközi Kereskedelmi Szervezet nyomásának. Az Európai Bizottság akadályozta azt meg, hogy az oktatás vagy az egészségügy liberalizációja tekintetében Magyarország messzebb menjen, mint az Európai Unió. Miniszterelnök úr, viszont, hogy a szuverenitásról beszélünk, beszélnünk kell arról is, hogy a szuverenitás nem az öné, nem a Fidesz-KDNP kétharmadjáé, hanem a népé. Ha a népé a szuverenitás, akkor önöknek nincsen joguk arra, hogy elvegyék az emberek választási szabadságát, hogy a következő választáson új gazdaságpolitikát válasszanak. Akkor, amikor önök a pénzügyi stabilitási törvénybe kívánják bebetonozni a megbukott egykulcsos adórendszert, a népszuverenitást sértik meg, elveszik az emberektől a jogot, hogy új gazdaságpolitikát válasszanak. Elveszik az emberektől azt a jogot, hogyha úgy érzik, hogy rosszabbul élnek, mint korábban, akkor ezen a helyzeten változtathassanak. Tisztelt miniszterelnök úr! Magyarország
nem akkor lesz versenyképes, hogyha a magyar emberek jövőre kevesebb pénzért többet fognak dolgozni. Nem a kiszolgáltatottság növelése árán lehet versenyképességet fokozni. Akkor, hogyha egy országban kiszámítható jogrend van, hogyha sem a nyugdíjasoknak, sem a befektetőknek nem kell attól félni, hogy holnap a kétharmados többség a vagyonukra ráteszi a kezét, akkor, hogyha nem egy vasvillával összehány szénakazarra emlékeztet a jogrendszer, ahol zárószavazás előtti módosítókkal bombázzák szét az egyes szektorokat, akkor versenyképes egy ország. Nekünk abban kell versenyezni, hogy Magyarországon nagyobb jogbiztonság uralkodjon, mint a térségbeli országokban. Itt rosszul állunk. Rosszul állunk akkor is, amikor önök a választási ígéreteikkel és a kormányprogrammal szembe menve tovább bonyolítják az adórendszert, új kisadókat vezetnek be, és teljesen elbizonytalanítják a hazai kis- és középvállalkozói szektort. Miniszterelnök úr, ön bejelentette a költségvetés újratervezését. Mi hetekkel ezelőtt követeltük már, hogy nyújtsanak be egy új költségvetést. Tarthatatlan volt eleve az a GDP növekedési szám, amire önök ezt a költségvetést tervezték. Miniszterelnök úr, ebben a helyzetben szükség lenne arra, hogy ön hívjon össze egy nemzeti válságtanácsot, és az IMF tárgyalások stratégiájában törekedjen egy valódi nemzeti együttműködésre, egy nemzeti minimumra a munkáltatói, munkavállalói oldal, a kormányzat és a parlamenti pártok között. A másik mellőzhetetlen körülmény, hogy ne csak Fellegi Tamás, hanem Matolcsy György is legyen tárca nélkül. Ha ezt ön nem lépi meg, akkor az a helyzet, hogy az egész csőttömegnek a politikai felelősségét önnek kell vállalni. Megbukott az a gazdaságpolitika, amit itt ön tavaly júniusban, nem tévedés júniusban, nem a kormányprogram vitájában elindított. A kérdés az, hogy ezért kiviszi el a balhét. Az elmúlt években önök kommunikációs trükkök százaival próbálták eltakarni a politikai program hiányát. Ezért jutott ide Magyarország. Önök eljátszották az esélyt tavaly nyáron, hogy Magyarországot új gazdaságpolitikai pályára állítsák. Azért vagyunk bajban, mert önök végig hazudták az elmúlt másfél-két évet, pontosan tudták, hogy amit mondanak, az nem igaz.